Az elmúlt egy hétben tényleg nem túlzás azt mondani, hogy összefogott az egész ország. Kezdte tájékoztatóját a kormányszóvivő szombaton Beregsurányban. Hozzátette, a kormányzati szervek, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az önkormányzatok, a segélyszervezetek és a civilek komoly munkát végeznek az elmúlt napokban, amelyre a következő időszakban is szükség lesz. A kormány álláspontja, mint mondta, az, hogy Magyarország nem keveredhet bele az orosz-ukrán konfliktusba. A háború elől menekülőknek azonban minden segítséget meg kell adni. Mint fogalmazott, a kormány továbbra is minden támogatást megad ahhoz, hogy a lehető legnagyobb segítséget tudjuk nyújtani a bajba jutott embereknek. A kormány úgy határozott, hogy a Magyarországot is közvetlenül érintő humanitárius katasztrófa hatásainak a mérséklésére, a kezelésére a karitatív tanács szervezeti tagjai számára 3 milliárd forint forrást biztosít. Ezek a szervezetek a következőek, amelyek tehát 500 millió forintot fognak kapni ennek a feladatnak az ellátására. A Katolikus Karitász, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, illetve a Magyar Vörös Kereszt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, a Híd Kárpátaljáért mozgalom keretében a 1357-es segélyvonalon és a megadott számlaszámon szombat reggelig mintegy 480 millió forint adomány érkezett. Ebből az összegből azonnali támogatásként 25-25 millió forintot nyújtanak a 6 segítségponton tevékenykedő karitatív szervezetnek. Hozzátette, a Hungary Helps programon keresztül újabb nagyértékű felajánlás érkezik Ukrajnába. Ez nagyságrendileg 1,3 milliárd forint, hatalmas nagy támogatás, melyből ukrán embereket, magyar embereket, úton lévő és bajban lévő embereket támogatunk. Nagyon nagy támogatás, nagyon nagy segítség, és amivel kezdtem, hogy igenis, itt is stratégiai nyugalomra van szükség, bárki bármit mond, bárki bármit állít rólunk. Befejezésül még egy nagy felajánlásról hagy számoljak be önöknek, itt a jó embereknek a segítségével Aranyos Apátin tudtunk elindítani egy új raktárt, amely a segítségpontoknak, mondjuk így, hogy első védvonala, oda fognak beérkezni a nagyobb mennyiségű szállítmányok. Beregdarócra szombaton 2 kamionnyi adomány érkezett a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet jóvoltából. A több mint 12 millió forint értékű szállítmányból tartós élelmiszereket és higiéniai eszközöket tartalmazó csomagokat állítanak össze, ezeket Kárpátaljára juttatják el. Ezt a szeretett ajándékot, amit a kárpátaljai embereknek szeretnénk eljuttatni, az ottani szövetségeseinkkel, a történelmi egyházaknak a közvetítésén keresztül, vagy a segítségével. Azt kell tudniuk, hogy az intézetünk a Nemzetegyesítés ügyével foglalkozik, és ilyenkor, amikor baj van, akkor jó, hogyha megfogjuk egymás kezét, magyar a magyar kezét, magyar az ukrán kezét, magyar a bajba jutott embernek a kezét, annak érdekében, hogy mindenkinek egy kicsit segítsünk a nehéz kihívások idején. A csomagokat egy a község határában lévő raktárban helyezték el ideiglenesen. Az adomány tartalmát a Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kéréseit figyelembe véve állította össze a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke elmondta, folyamatosan érkeznek az adományok a térségbe, emellett fontos kiemelni, hogy az itt élők összefogása is példaértékű. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki akár adománnyal, akár pénz felajánlással segíti ebben a nehéz helyzetben a rászorulókat, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem azoknak az embereknek, akik önkéntes munkával járulnak ehhez hozzá, és külön megköszönjem a térség polgármestereinek, illetve dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úrnak, hiszen emberfeletti munkát végeznek, és az a szervezettség, amely most itt megmutatkozik, az annak nagyon komoly bástyái a polgármesterek, úgyhogy én azt abban bízom, és abban reménykedünk, hogy most már ugye nincsenek bennünk most kérdések, hiszen csak tesszük a dolgunkat, de nagyon bízunk abban, hogy hamar megoldódik majd a helyzet, és utána visszaálltunk majd a rendes kerékvágásba. Vásárosnaményba is érkezett nagyértékű adomány szombaton. A 20 tonnányi zöldséget Dél-Tirolból szállították a beregi központba. Egy hete az első szállítmányok egyikét vittem át Kárpátaljára barátainkhoz, és a lelkész úrat, mikor kiraktam a szállítmányt, megkérdezte, hogy mire van szükség, azt mondta, hogy zöldségre.
hát most, hogy honnan szerezze az őrséget, Budapest környékén lakom. Másnap reggel csörgött a telefon, följövött József Norcur, a Sotthofnak a vezetője, Tirol egyik legnagyobb zöldségellátó gazdája, akinek Magyarországon is van egy telephely, és megkérdezte, hogy Anta, hova vihetünk 20 tonna zöldséget. Na hát így működik a gondviselés, a 20 tonna zöldség pedig itt van. A nagyértékű felajánlás egy részéből a segítők önkéntesek számára készül melegétel, másik részét pedig a következő napokban Kárpátaljára szállítják.